Sziasztok, Bezsi vagyok, és egy trükköt fogok bemutatni neked most azzal kapcsolatban, hogy miként kerüld el, hogy a bolden, ahol érintkezik a vázal, mint például ugye előbb itt a kormánynál, ezen a ponton, így ne kutassa le a festéket. Ugyanis ez egy eléggé gyakori hiba. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy nagyon alapvető dolgot fogok most neked bemutatni, de hidd el nekem, hogy 10 kerékpárból, amelyek bejön nekem szervízre, 10 kerékpárból egy olyan körülbelül egy olyan 6-7-nél ez a hiba fennáll, hogy lekoptatja a festéket. Ez mind azokon a helyeken különben fent áll, ahol a bovden mozgásban van, és fennáll a veszély annak ugye, hogy hozzáérhet a vázhoz. De mutatok neked erre már is példát. Látod, erről beszélek, nézd meg, látod, hogy hogy néz ki. Így elkoptatja. Itt ez a kis fehér szín, ez itt már teljesen lekoptatta a festéket. És ez egy alumínium váz. Most nézzük meg egy acélvázat is. Látod, hogy néz ki? Nézd meg, ezen a ponton. Milyen csúnya lett. Na hát ez egy acélváz, és ahogy az előbb mondtam, az előbb egy aluváz volt, ugye az aluváz, acélváz nem kiméri, lekoptatja. Na, nézzük, hogy mit kell ellene tenned. Egy sima átlátszó fóliával egyszerűen ki tudod küszöbölni ezeket a problémákat, ha ezt azokhoz a csatlakozási, súrlódási pontokhoz nagyon szépen felragasztod, buborékmentesen, az esztétikai miatt, felragasztod azokra a helyekre, ahol a bovden a vázal érintkezik. Ez annyiból speciális ez a kis fólia, hogy azért egy kicsivel vastagabb, mint egy sima átlagos, most így mondom, akkor egy celluxhoz képest. Tehát azért attól ez egy vastagabb fólia. Ilyeneket szerintem be lehet szerezni bárhol, tehát lehet, hogy akár papírírószer egy dekorosnál. Náluk van egyébként, én is ott vettem, tehát a dekorostól. Na, nézzük, milyen felragasztás után. Tehát ragasztás után, bár nehezen észrevehető, de így fog kinézni. És most már, hát tudod, hogy mozgatom a kormányt, a bovden pontosan ahol a vázzal találkozik, ott most már megszűnt a közvetlen érintkezés, és így nem fogja lekoptatni a festéket. Remélem, tudtam hasznos tanácsot adni, és találkozzunk a következő videóban is.